A felvételek elkészítését a Sitkei Kft. Valamint a studioeszközök.hu támogatta. Ha nem harcoltok rendesen végre, mindkettőtöket elverlek! Porrá foglak zúzni! Nagyon érdekes például, hogy ebben a sorozatban ugye rengeteget kiabálnak, ordibálnak. Szóval, hogy például nem is mindegy, hogy mikor történik maga a felvétel, mert az embernek a hangja is, mint gyakorlatilag az izom, ugye bemelegszik a nap folyamán, ahogy egyre inkább használja. És volt olyan például, hogy reggel 6-ra érkeztem ide a stúdióba, és mondjuk nem is tudom, talán 6-tól 8-ig felvettük az aktuális részeket, utána pedig 8:30-tól rohantam tovább a tévébe, mert éppen a FM3 Caféban vezettem műsort. Szóval, hogy elég változatosak ezek a napok, de minél inkább tudtam azt már, hogy mire készüljek, ugye, hogy ez a rengeteg nyögés, rengeteg ordibálás, annál inkább tudok én is készülni, mert hát azért adott esetben úgy adhok jelleggel reggel, ez egy elég megterhelő dolog tud lenni, viszont nagyon fontos, hogy ne spóroljuk el ezeket a dolgokat, mert hát azért jól látható módon ezek a karakterek igen sokat szenvednek és erőlködnek a képernyőn, és hogyha mi azt csak így félig, meddig alibiből csináljuk, akkor az nagyon elüt. Még ide is, jó? És itt meg ki, jó? Kösz! Ezek az idióták mégis meddig szórakoznak még egymással? Kakarot! Még meddig akarsz itt szórakozni? Pofa be! A Dragon Ball-t igazság szerint én gyerekkoromban 13, 4, 5, 6, nem tudom, talán már lehet, hogy 20 éve is van, én nagyon szerettem. Szóval a Dragon Ball Z sorozattal nekem volt egy kis ismerettségem. Ez érdekes egyébként, hogy jó pár évvel ezelőtt, szerintem 4-5 évvel ezelőtt, én nekikezdtem még egyszer felnőttként is, de bevallom őszintén, hogy ott a frízás résznél, amikor nem tudom, 50 perc, vagy 50 részen keresztül eltelik körülbelül 3 vagy 4 perc, akkor azt mondtam, hogy jó, hát erre így a továbbiakban most így nincs időm, hogy ezt befejezzem. De szóval ismertem a sorozatot, és amikor először itt a stúdióban találkoztam azzal, hogy én Vegitát fogom szinkronizálni, akkor először azt hittem, hogy Attila viccel. Szóval meg voltam róla győződve, hogy van valóban valami szerep ebben, de hogy pont Vegita legyen. Szóval ez egészen letaglózott. Hát aztán én ez ugye egy nagy sokk az embernek, mert a rajongók szeretik, dédelgetik ezt a kis művet, ezt a nem tudom én röpke 150 részt, ami eddig lement a Dragon Ballból, és tényleg úgy szeretik, mintha saját gyermekük lenne. Most itt történt egy éles váltás, mert Bozsó Péter után ilyen-olyan okokból ő nem vállalta ezt az új szériát, én kaptam meg ezt a szerepet, és úgy hirtelen nem is igazán tudtam, hogy mit lehetne, mit kellene kezdeni ezzel, mert hogy ha az ember ugye megpróbál Bozsó után menni, amilyen Vegita volt az elmúlt részekben, akkor az hamis lesz, mert akkor nem én csinálnám, hanem a Bozsó csinálna. Ugyanakkor, hogyha pedig megpróbálunk a Japán felé elindulni, amit esetleg a rajongók nyilván nagy százalékban ismernek, mert ismerik az eredeti hangokat, de akik esetleg csak magyarul ismerték, azok pedig idegennek fogják találni teljesen a karakterhez, hiszen óhatatlanul is más, mint a Bozsóé volt, szóval egy kicsit féltem, megmondom őszintén, hogy milyen lesz a fogadtatás, de bízom benne, hogy ha megszeretni, vagy a kedvencük nem is lesz ez a figura, legalább elfogadni el tudják, és nem fordulnak majd el emiatt a sorozattól. Teljes szívemből gratulálok a feltámadásodhoz, dermesztő nagyú! Szedd már össze magad végre! Mikor veszed már észre, hogy mi történik? Ha gondolod, én is elintézhetem dermesztőt! Valószínűleg meglepetésként élt. De én is képes vagyok erre. Felül tudtam múlni magát a szupercsillagharcos istent is. Kakarot! Engedd át nekem! Nem azért jöttem el egészen idáig, hogy csak álljak és nézelődjek! Szerintem már te is rájöttél. Én nem vagyok olyan naív, mint ő volt. Menj a pokolba! Ez a hang kezdi szörnyen bántani a fülem, Vegita!
Idegesít! Fejezd be! Neked kéne befejezned a létezést végre! Bántja a szemed! Ezt neked! Pusztulj, féreg! Add fel végre! Nem vagy elég erős ahhoz, hogy elintézz engem! Sajnálattal közlöm, hogy amint végeztem veled, nem csak a földi, hanem a Nameki kristálygömböket is elpusztítom, egytől egyig az összeset! Próbáld csak meg, dermesztő!